Puszta Szent Istvánon vagyunk, Jánosik Zsuzsa biokonyhásszal beszélgetünk. Mik az ősz aktualitásai most? Most, hogyha szép lesz még az idő, és később megyünk ki, mert most még csak szeptember eleje van, de hogyha még egy kicsit várunk, és olyankor indulunk neki a mezőknek vagy a hegyoldalaknak, akkor először is az ingyen C-vitamin az, amit a kirándulás szépsége mellett haszonnal hazavihetünk. Ugyanis az a helyzet, hogy a rigók úgy fogják a hasukat, és úgy nevetnek rajtunk egész télen, mert vesszük a citromot, amit először is vegyszeresen termelnek, aztán vegyszerrel befújva szállítanak, és mi méregdrágán vesszük, és ingyen ott piroslik a hegyoldalakban, végig mindenütt Magyarországon. Nem szabad az utak mellett szedni, mert az utak mellett a nehéz fémekkel, a forgalomtól származó adalékanyagokkal terhelt, ezért nem is ajánlom senkinek, szívemből nem merném ajánlani, hogy olyan vásároljon, amit más szedett, hanem menjünk ki, élvezzük a mozgást, és érezzük a levegő erejét is, és annak az áldásait, és szedjük meg két kézzel. Ehhez az kell, hogy először is vigyünk magunkkal kesztyűt, vigyünk egy kötelet, és vigyünk egy kamposbotot. A kötél az, arra kell, hogy ezeket az össze-vissza nőtt, a nyavajás bokrok, ezek nem nincsenek rák tekintettel, és nagyon össze-vissza nőnek. Nagyon ritka az olyan előzékeny bokor, amelyik olyan szépen, mint a szökőkút lehajlik, és úgy van betelepítve a bogyókkal, hogy könnyen hozzáférhetünk. Ez Isten ajándéka, de sajnos kevés van belőle. Nagyon sokszor olyan bozótos, hogy ki kell választanunk egy-egy jól megközelíthető ágat, a többit pedig az erős kötéllel elkötni. És a kamposbot pedig azért kell, mert én is alacsony vagyok, és akkor nem tudok fölnyúlni, a kamposbottal le tudom húzni. Ha így nekiállunk és elkezdjük szedni, akkor rögtön megértjük, hogy miért olyan drága a csipkebogyó. Mert ha az ember csak egy fél kilót vagy kilót összeszed, már rögtön tudja, hogy aki hazaviszi, lepasszír, megmossa, leszedi a fekete kis virágmaradványt, és megfőzi, az nem véletlenül drágán fogja adni. Az csipke lekvár, amit drágán adnak, de a bogyót is drágán adják jogosan. Viszont én azt ajánlom, hogy amikor megszedtük, akkor ne lekvárt csináljunk belőle, bár az is nagyon finom, hanem szárítsuk meg. És a megszárított csipkebogyó a szokásos teaként elkészíthetjük. Ennek a közismert módja az, hogy először csak megáztatjuk egy éjszakán keresztül langyos vízbe a csipkebogyót, és reggel leöntjük az áztatóvizet, akkor a vitamint fogjuk bele kiáztatni. Ha ezt a maradékot még egy párszor megáztatjuk, mert azért nem kell az első víz után rögtön fölforralni, hanem még egyszer lehet legalább áztatni, akkor langyosan vagy hidegen kapunk egy vitamindús italt, ezt tegyük félre, fogjuk meg ezt a maradékot, tiszta kézzel, én össze szoktam marcsingolni a kezemmel, és újra fölfőzni, mert akkor kifőzzük belőle az ásványi anyagokat is. Ezt a svédek az örök ifjúság csodaitalának mondják, és nem véletlen, pontosan a C-vitamin miatt, amiről nem kell bizonygatni, hogy mit jelent az egész szervezetünknek. Amikor már fölfőztük 25 percig körülbelül a csipkebogyó húst és a magot együtt, akkor összeönthetjük a kettőt, mert akkor a hideg áztatóvíz, meg a meleg, kicsit lehűtött forralóvíz, a kettő megadja az ásványi anyagot, megadja a vitamint, ha egy kis mézet akarunk beletenni, mert annyira savanyúnak találjuk, de nem szokott olyan nagyon savanyú lenni, akkor nagyon jó üdítőital, még az őszi melegebb napokon lehet inni, viszont egész télen a szárítmányt inni lehet. De ha ezt sem akarjuk csinálni, most nagyon sokan vannak a barátaim között, akiknek van erős darálójuk, és amikor a csipkebogyónak leszedjük a pici kis fekete maradványát, azt a bizonyos kis
virágmaradványt, azt nem szokták beledarálni, ez egy sziszifuszi munka, ez kétségtelen, de ha valaki netelen valami sorozatot néz, amit nem ajánlok, vagy pedig leül és beszélget a barátaival, akkor is menet közben remekül lehet leszedni a kis fekete maradványt, és akkor marad egy szép, tiszta bogyó, többnyire már egy kicsit száraz, tehát nem a mostani szeptember elejé időben, hanem akkor, amikor már érett, és akkor meg szokták darálni. Erős daráló kell hozzá, de együtt darálják a húst és a magot. Ebből a darálótól függően nagyon, nagyon élvezhető por lesz, csak nagyon erős daráló kell hozzá, és ezt egy norvég földműves találta ki, hogy így porítva, vajas kenyéren vagy bármi levesbe beletéve, az ízületek gyógyítója is tud lenni, mert annyira értékes anyagokat tartalmaz, hogy tulajdonképpen egész télre elláthatjuk magunkat igazi gyógyszerrel. Ha nem tudjuk darálót, mert ugye nincsen, nem tudunk beszerezni ilyen, nagyon a kávédarálót tönkre tudja tenni, már én is próbáltam sajnos, kicsit erősebbre van szükségünk, akkor marad az ásatás, és marad az a összeöntött vitamin és ásványi anyagtartalom, és az egészet, amikor kifőztük, természetesen rámegy a komposztra, mert Isten őriz, hogy elpazaroljunk egy dekát is belőle. Azt hadd kérdezem meg, hogy amikor még friss a csipkebogyó, akkor esetleg, ha akkor darálnánk le? Én már láttam ilyen, próbált egy barátom, de sajnos az a szöszmő, ugye, az a benne lévő a ma körül, ugye ezek a nagyon szúros, kicsi belső anyagok, ezek úgy el tudják tömni, mint a magot is, szóval nincs olyan daráló, amelyik ezt elbírja, sajnos. Van barátom viszont, aki úgy dolgozik, hogy leszedi a csipkebogyót, vagy leszedeti velünk, és ilyenkor nagyon, nagyon szereti az öreg asszonyoknak udvarolni, mert ugye akkor mi nagyon szívesen dolgozunk neki, és akkor beteszi a fagyasztóba, és a méhűtőbe. És a méhűtés után, ami állítólag még őriz meg, biztos, hogy valamennyire károsítja, de sok mindent megőriz, akkor beteszi egy darálóba, és akkor úgy le lehet darálni. Ebből készíti ő, aztán átpasszírozza, akkor a szőszmők meg az összes a magok ugye fönnmaradnak, és akkor nyersen, úgy hívja, hogy nyers lekvár, de hát nem úgy kell mondani, hogy nyers lekvár, hanem azt kell mondani, hogy egy kivonat, egy vitaminbomba, ami a csipkének ez a bizonyos átpasszírozott folyékony aranya, egy kis mézzel lehet tartósítani. De ezt, hogyha egy pici üvegbe kell tenni, és hogyha fölbontjuk, akkor egy-két napon belül el kell fogyasztani, mert akkor ugye nincs semmi tartósító, és nincs is megfőzve. Nagyon erős, és nagyon-nagyon tömény kivonat. Ezt érdemes lenne házilag, vagy kisebb üzemekbe gyártani, de ha ezt nem tudjuk csinálni, akkor marad a teakészítés, vagy pedig a mérnökeinket és az ügyes ezermester férfiakat rá kell venni, hogy olyan ügyes, jó darálókat készítsenek, hogy porítani lehet. Norvégok meg tudták csinálni, nekünk is meg kell tudni. Igen, köszönöm szépen!